Bencsik Mihály vagyok, Szarvas és Tabák Agrolány Kft. Termelés irányítója. Jelen esetben itt a szarvasi határban tartózkodunk, és egy néhány gondolatot el szeretnék mondani az általam használt amagerolról. Elmúlt években nagyon is jellemzővé vált, hogy szélsőséges az időjárás. Tehát nagyon hektikus a csapadék eloszlás, nagyon szélsőséges, hol vízben állnak a növények, hol pedig rendkívüli szárazságnak és csapadékhiánynak vannak kitéve. Most itt a mögöttem látható terület egy öntözetlen repcetábla, ami nagyon sok viszontagságon ment keresztül, hiszen az őszi kevés csapadék, amivel éppen hogy csak ki tudott kelni, majd jött egy február végi kiadósabb esőzés, ami pedig egy kis időre szinte belvízfoltokat is okozott. Majd azt követően újból egy hosszú periódoson mentünk keresztül, tehát majdnem 2,5 hónapon keresztül szinte mérhetetlen csapadékot kapott csak. Úgyhogy nyilván növénytermesztésünket valamilyen módon át kell alakítani, és egy olyan lehetőséget kell megragadni, ami segít a növényeink számára ezeket a kritikus helyzeteket túlélni. Na most, ez az én esetemben nyilván sokan hallottak már arról, hogy vannak algakészítmények, többféle algakészítmény került a piacra, és most már egyre jellemzőbben jelennek meg ismert, illetve ismeretlen algakészítmények is. Én sok éve használom az amalgerolt, ami egy kifejezetten bizonyított és nagyon jó hatással van a növényeink számára, amely segít ezeket a szélsőségeket kiküszöbölni. Itt a mögöttem látható terület is, mint egy 2 literes dózisú, viszonylag tavaszi időszakban, viszonylag korán kapott amalgerolt, és azért látszik rajta, hogy sokat segített abban, hogy ez az aszályos és száraz és szélsőséges időjárás nem viselte meg úgy a növényeket. Valamint használni szoktam akár napraforgóban, akár őszi árpában, és őszi árpában, főleg a sörárpában használom az amalgerolt, aminek tudjuk, hogy egy élettani, egy talajszerkezet javító hatása is van az amalgerolnak, és nagyon-nagyon fontos számomra is, hogy a sörárpa minősége megfelelő legyen, hiszen, mint tudjuk, nem lehet túlzásba vinni a nitrogénes tápanyag utánpótlást, hiszen akkor a fehérje az egyértelműen meg fog emelkedni, és a minőséggel pedig problémáink lehetnek. Másrészt ugye a napraforgókba is áttértünk a Clearfield-es technológiára, ugye az elmúlt években. Ott is bármennyire is azt lehet mondani, hogy ugye a napraforgót nem bántja, nem visel meg a Clearfield-es, vagy akár a Clearfield pluszos gyomírtás, de azért az a jellegzetes sárgasága az egy 10-12 napig látható és megjelenik a napraforgón. Viszont ha gyomírtás után egy-két napon belül egy 2 literes amalgerolos dózissal lekezelem, ez az időintervallum, ez lecsökken általában ilyen 6-7-8 napra, onnantól kezdve teljesen visszanyeri az eredeti gyönyörű szép sötét zöld színét a napraforgó. Tehát csak ajánlani tudom, és csak azt tudom mondani ezzel kapcsolatosan, hogy rengeteg pozitív tapasztalat van, hiszen tényleg amióta használjuk az amalgerolt, ugye ez már jó néhány évre visszatekint, tényleg mérhető számokban kifejezhető plusz eredményeket tudunk felmutatni.